et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Máriáról nem értekezni kell, hanem énekelni, mondta valaki, amikor előadást akart tartani az Isten anyáról. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Krisztus földi életében az ember sors és az emberi viszonyok teljességét vállalta. Ehhez természetszerűleg hozzátartozott, hogy asszonytól született. De mert Isten volt, megváltó volt, olyan csodálatos kapcsolatban állt anyjával,
amelyen a kereszténység évezredei egyre ámuldoztak. És Mária, Isten hűséges leánya, aki kezdetben talán csak épp sejtette szerepének horderejét, hagyta magát vezetni attól, akit ő vezetett be a földi életbe. Az odaadás hősiességével haladt mindig fia oldalán. Mint teremtmény mérhetetlen távol tőle. Mint édesanya mindig a legbensőségesebb kapcsolatban vele. Ahogyan Jézus messiási hivatása kibontakozott, úgy tárult Mária készséges szíve is egyre teljesebben az emberek felé. Jézus élete az Atya akaratának és az embereknek szolgálata. Mária élete Fián keresztül Isten és az emberek szolgálata. Talán ez a szolgálat hozatta létre vele Lourdot. Hogy megtaláljuk utunkat Mária szeretetén át Istenhez, ehhez kíván szerény segítségnyújtás lenni ez a rövid összefoglalás a szűzanya Lourdi kegyhelyéről. Csodálatos események hozták izgalomba 1858. február 11-én Szubiru Ferenc Lourdi Molnár kis családját, és hamarosan az egész városkát népével és lakosságával együtt. Ezen a napon déltájban a Molnár felesége kiküldte 14 éves kislányát, Bernadettet, a Gáv folyó partjára, hogy száraz gajat szedjen össze, mert a család meglehetősen szegényen élt, és aznap még tüzelőjük sem volt. Bernadett hamarosan kiért 11 éves húgával és egyik kis barátnőjével a Gáv partjára, és éppen át akartak menni a folyón, hogy a Massabiel nevű sziklához jussanak. A két kislány már át is kelt, és Bernadett is indult, mikor egyszerre furcsa zúgást hallott. Felnézett, de a fák ágai meg sem rezzentek, és nem tudta mire vélni a hangot, mikor másodszor is meghallotta a zúgást. Tekintete most a Massabiel szikla barlangjára esett. Földön túli jelenés állt a barlang nyílásában. Egy nő, hófehér ruhában, derekán kék öv, fején fehér fátyol, kezében rózsafűzér, lábán aranyrózsa. Imára kulcsolta kezeit, és szeliden tekintett le a reszkető gyermekre, majd fölemelte kezét, és keresztet vetett. Bernadett követte példáját, és buzgón elkezdte imádkozni a rózsafűzért. Majd a jelenés még egyszer rámosolygott, és azután eltűnt. Most felkelt Bernadett, oda sietett a másik két leányhoz, és megkérdezte tőlük, láttak-e valamit. De azok semmit sem láttak. A húga mindjárt észrevette, hogy Bernadettnek valami titka van, és ezért addig faggatta, míg el nem mondta neki a jelenést. Kis húga Mária közölte a csodálatos eseményt szüleikkel, de azok nem adtak hitelt szavainak,
sőt apja megtiltotta, hogy a barlanghoz menjenek. Bernadett azonban addig könyörgött anyjának, míg újra engedélyt kapott, hogy a barlanghoz mehessen. Megint kimentek hát. A mennyei nő megint megjelent, és még fényesebben sugárzott, mint 3 nappal ezelőtt. Most már idegenek is tudomást szereztek a csodálatos eseményről. És amikor Bernadett legközelebb többet magával újra a barlanghoz ment, és a jelenés megint feltűnt, Bernadett megkérdezte tőle, hogy van-e valami parancsa vagy kívánsága. A jelenés hangosan és érthetően csak ennyit felelt, csak annyi, hogy 2 héten át jöjj ki hozzám minden nap, és én jutalmul boldoggá teszlek, nem itt a földön, hanem a mennyekben. A következő napon már 100-ak, 3 nap múlva már 1000-ek kísérték a kislányt a barlanghoz. S bár ők nem látták a jelenést, látták Bernadett arcának csodálatos átszellemülését. Ekkor már vidékről is tömegekre özönlöttek Lourdesba, és a rendőrség is közbelépett. A rendőrkapitány megidézte Bernadettet és kihallgatta. Orvossal is megvizsgáltatta, de sem a rendőrkapitány, sem az orvos nem tudott a kisleányon semmi rendellenességet megállapítani, és nem tudta rávenni, hogy vallomásán változtasson. Hiába tiltották meg Bernadettnek, őt mégis valami ellenállhatatlan erő vonzotta a barlanghoz. Hiába akart engedelmeskedni, mégis oda kellett mennie. Február 23-án a jelenés nevén szólította Bernadettet, és azt a parancsot adta neki, hogy mondja meg a plébánosnak, építessen kápolnát a barlangnál, és hogy körmenetben zarándokoljonak ide az emberek. A plébános jóságosan fogadta a kislányt, de azt mondta neki, hogy előbb kérjen csodát a mennyei hölgytől. Óriási tömeg gyűlt egybe a barlangnál, amikor Bernadett a csodát kérte. De a csoda elmaradt, mert a mennyei asszony a plébános üzenetére elmosolyodott, és csak ennyit mondott, bűnbánat, bűnbánat. Azonban mégiscsak történt csoda. Egyik napon a jelenés így szólt a kislányhoz. Mosakodjál meg ebben a forrásban, és igyál belőle. A barlangot jól ismerték, nem volt abban semmiféle forrás. Mikor a jelenés odamutatott a barlang földjére, Bernadett tétovázva nézett körül, de semmit sem látott. Engedelmeskedni akart, és ezért megkaparta a földet, és íme szivárogni kezdett a víz. Eleinte vékony érben mutatkozott csak, később bővebben ömlött, és napok múlva már szinte zuhogott. A forrásnál már az első napokban számos csodálatos gyógyulás történt, és ekkor már a plébános is sejtette, hogy itt valami természet fölötti történt. Meghagyta tehát Bernadettnek, hogy legközelebb kérdezze meg a jelenéstől a nevét. Március 25-én Bernadett megint a barlanghoz sietett, és amikor a mennyei hölgy megjelent, megkérdezte, hogy kicsoda, és mi a neve. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás, mondta. Miközben karjait az ég felé tárta, és tekintetét a kéklő mennybolt felé emelte, és a fényesség százszorosan ragyogott körülötte. Ezután még 2-szer látta Bernadett a boldogságos szüzet, azután csak ennek élt, szerényen és szegényen. Bár mindjárt az első hetekben 10000-vel zarándokolt a közeli és távoli nép a barlanghoz, Bernadett és családja sohasem fogadott el egyetlen fillért sem. 23 éves korában, 1866-ban, 8 évvel a jelenések után,
Növerben felvette az apáca ruhát, és innen kezdve Mária Bernarda néven a zárda falai között élte kegyelmekben és testi-lelki szenvedésekben gazdag életét. 1879-ben halt meg. Halála után a francia püspökök boldoggá avatását kérték a Szentszéktől. Hosszú évekig tartott az eljárás, míg végre 1925-ben 11. Pius pápa boldoggá, majd 1933-ban szentté avatta. Történelmi dátum Lourdes történetében 1862. január 18-a, amikor a tarbi püspök Laurens pásztorlevelében hosszas és elfogulatlan vizsgálatok után igazolta, hogy a boldogságos szűz valóban megjelent Bernadettnek, és hogy ezek a jelenések mindenben kiállják az igazság próbáját. Ezért a híveknek joguk van hinni benne. Lourdot azóta az egyház a teljes búcsúk és egyéb egyházi áldások kegyelmével halmozta el, sőt még ünnepet is engedélyezett. Február 11-ét a lourdi szeplőtelen fogantatás tiszteletére. A barlang fölött átmeneti gót stílusban háromhajós templomot építettek, amelyet 1876-ban szenteltek fel. A fehér márvány karcsú tornyú épület a szép táj ölén gyönyörűen hat. Mégis, mintha kissé elsiették volna, mert ebben a stílusban nagyvonalúbb, igényesebb lehetett volna. A főoltáron a szűzanya fehér márvány szobra áll. Körülötte 30 aranycsillár ontja a fényt az Isten anya alakja felé, aki fölött aranypálmát tartó ezüst angyalok lebegnek. Ez alatt díszes altemplom épült. Melynek főoltára éppen a barlangszikla felső boltozatán nyugszik. Mindazért, ami netán elmaradt a felső bazilikánál, bőven kárpótol az 1883-tól 1901-ig homlokzata előtt 20 méterrel mélyebben épült, vele ívekkel és árkádokkal összefüggő, fölséges hatású rózsafűzér templom kupolával. Koszorú alakban 15 kápolna övezi, a szentolvasó titkait megjelenítő oltárképekkel. Falai a fogadalmi ajándékok és zászlók ezreivel.
Lourdes csodáit sem a hideg kritikusok, sem az ateisták nem tudják sem megmagyarázni, sem pedig cáfolni. Hivatalos okmányok, iratok, viták és könyvek, orvosi és hatósági feljegyzések igazolnak minden csodát, ami Lourdesban történik. A lourdesi orvosi iroda 1882 óta működik, és egyetlen feladata, hogy a gyógyulások vizsgálatait ellenőrizze. Köztük a világ leghíresebb orvostanárai, és mind elismeri az ott végzett tárgyilagos és pontos munkát. Évente nagyon sok olyan eset szerepel az iroda jegyzőkönyveiben, amelyekben hiteles orvosi tanúság szerint a meggyógyult beteg a tudomány eszközeivel nem volt megmenthető, vagy meggyógyítható. Lourdes dicsőségének vonala pedig az évek folyásában merőlegesen halad egyre fölfelé. A századfordulóig 6 millió a zarándokok száma. A 10-es és 20-as években évi 500 000, a 30-as években már évi 1 millió az évenkénti zarándok szám. És az utazási eszközök és idő mai alakulásában már évi 4-5 millió zarándokkal számolnak. Lourdesban délután 3:30 körül mozgalmasak az utcák. Ezrek és ezrek igyekeznek a hármas bazilika előtti térre, a 4 órakor kezdődő körmenetre és a betegek megáldására. Már jó előre több száz méteres oldalú négyszögben felsorokoznak a betegek hordágyai, tolókocsijai. Soraikban sokszor vannak súlyos, magatehetetlen betegek. Mögöttük betegápolók, kötélkorlát zárja le a betegek négyszögét. Maga a menet a barlangtól indul a betegek felé. Felhangzik a csodálatos dallamú ének a Lauda Sion, és áldott ki az Úr nevében jön. Halad az oltári szentség a selyem sátor alatt, és halad a zarándokok vége láthatatlan sora. A buzgóság ezekben a percekben mágiává növekszik. A jelenlevők mind a betegekért imádkoznak. Az oltári szentséget mindig az egyik zarándokló püspök viszi, aki minden beteget külön szentségi áldásban részesít. Thank you.
Minden jelenlevő, de főképp a betegek érzik és átérzik az evangéliumi jelenetet. Jézus a betegek között. A tér közepén fiatal pap harsányan kezdi kiáltani az oltári szentség felé a jerikói vak szavait. Uram, add, hogy lássak! És az óriási hívősereg szívből ismétli, Uram, add, hogy lássak! Majd Uram, add, hogy járjak. Celui que vous aimez est malade. Seigneur, faites que je voie. Seigneur, faites que j'entende. Seigneur, faites que je marche. Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. Uram, akit szeretsz, beteg. De ennél a fölkiáltásnál szem már alig maradt szárazon. Ezzel az üzenettel adta ugyanis Márta és Betániai Mária az Úr Jézusnak tudtul, hogy szeretett barátja Lázár halálán van. A legmegrázóbb az utolsó felkiáltás. Uram, ha akarsz, meggyógyíthatsz engem. Soutenez le courage des persécutés. Reine de la paix, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Seigneur, nous vous bénissons. Seigneur, nous vous adorons. Peuple de l'univers, louez tous le Seigneur. A püspök mögött őt lépésről lépésre követve 30-40 tagból álló csoport halad. Ők orvosok. Részben az orvosi megállapítások irodájának Lourdesban élő tagjai, részben vendégorvosok, kik között nem csak katolikus, hanem protestáns, zsidó, mohamedán, ateista orvosok, professzorok is vannak. Ezek mindenütt ott lehetnek, mindent láthatnak, mindent ellenőrizhetnek. Lourdesban nincsenek titkok. A csodák itt nyíltan történnek, épp úgy, mint az evangéliumban. És a legtöbb gyógyulás a szentségi körmenet alatt történik. A lurdi jelenések igazi jelentőségét azonban mégsem annyira a csodás testi gyógyulásokban, mint a lelkekre gyakorolt óriási hatásban kell keresnünk.
mert a szűzanya jelenései épp akkor vonták az ég felé az emberek tekintetét, amikor ezek gőgös hitetlenségükben már nem akartak tudni Istenről, lélekről, más világról. Mindjárt az első jelenések után számos feltűnő megtérés történt. Azóta hasonlíthatatlanul nagyobb arányokban folytatódik ez a folyamat. Gyógyulást az orvosi iroda csak akkor tesz hivatalosan közzé, ha az hirtelen történt, természetes úton nem magyarázható. Ezek száma mintegy 6000. De a lelkileg meggyógyultak számát csak 100000-ekben lehet kifejezni. Lourdesban a gyóntatószékek kápolnájában 70-80 gyóntatószék várja a bűnöktől megterhelt embereket. Valóságos kegyelem áradásról lehet itt beszélni. Mi az, ami ma is vonz a barlang felé? Egy titokzatos jelenlét. A szeplőtlen jelen van. Nem a fehér márvány szobor hív, melyet Bernadett leírása alapján készített egy francia szobrász, de Bernadett száján is kiszaladt. Ó, dehogy! Ez szépségét meg sem közelíti. A látható lurdi csoda az, hogy a világ minden sarkából, minden rang és fajkülönbség nélkül térdelnek a dísztelen, gyertyafüsttől megfeketedett grotta előtt. Csodák vannak azok is, de nem azok a fontosak. Nagyon igaz Franz Welfel mondása, Lourdesban mi asszonyunk meggyógyítja azokat, akik Isten terve szerint meggyógyulhatnak, és rámosolyog azokra, akik nem gyógyulhatnak meg. Szinte megmagyarázhatatlan, az óriási tömegek példás fegyelme és bensőséges áhítata. Lourdes titka az imádság és a szeretet. Nem külön-külön egymás mellett, hanem egymást ihletve, egymásból forrásozva. A szűzanya fakasztott a forrás körül. Úgy, ahogy tulajdonképpen mindig és mindenütt lennie kellene, ahol keresztények élnek. Különben a Massabielli barlang szobra megfelel a Szentírás képének. Ó, az én galambom a szikla üregben! Az ember azt gondolná, hogy a következő percben elrepül. Nem minket néz, hanem az eget. Lourdes olyan, mint egy hármas fokú lépcső. A legalsó Bernadett, a második Mária, a harmadik Jézus. Bernadett Máriát nézi, Mária pedig az eget. Lourdesban állandó az imádság, a szentolvasó, a litánia és az ének, de a központi program minden zarándokcsoportnak a szentmise. Egyszerre 8-10 oltárnál mutatják be a legszentebb áldozatot.
legtöbb résztvevője a 10. Szent Piuszról elnevezett föld alatti bazilikában mondott szentmiséknek van. A bazilika mintegy 30 ezer zarándok befogadására alkalmas. Tervezésében és építésében magyar építész is részt vett. Nagyarányú liturgikus események színhelye, számos pap együttes misézése, nagy zarándok csoportok gyülekezése, betegek és egészségesek egy oltár köré való gyűjtése mind könnyen megoldható e hatalmas és arányos modern térségben. március 25-én szentelte fel Roncalli bíboros, aki néhány hónappal később, mint 23. János lépett a pápai trónra. A barlang mélyén az oltártól balra található a csodás forrás, melynek napi vízbősége 122 ezer liter. Ennek a bővízű forrásnak a vizét gyűjtik össze több medencébe, amelyek azután táplálják vizükkel egyrészt a fürdőket, másrészt a vízvezetékeket, amelyeknek csapjaiból ihatnak a zarándokok, és megtölthetik edényeiket. A barlang mögötti hegyre vezet föl a Kegyhely keresztútja. Hossza 1530 méter, 1912-ben készítették. Minden egyes állomása egy-egy szoborcsoport. 2 méter magas bronz szobrok jelenítik meg a szereplő személyeket. Áthaladva az egyes állomások előtt elvégezhető a keresztúti ájtatosság. A 10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól, a magyarok adománya. Oh.
Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, plein de grâce, nous a városban el lehet zarándokolni Szent Bernadett életével kapcsolatos helyekre, a szülői házhoz, melyben született Bernadett. Meg lehet tekinteni a Lourdi plébánia templomot. A malom, ahol Bernadett apja dolgozott, és ahol laktak egy ideig. A kasó, a fogház épülete, ahol lakott a család, nagyon szegényen a jelenések idején, és ahonnan indult 1858. február 11-én fát szedni. Lourdesban talán a legmegragadóbb az esti gyertyás körmenet. Este 10 óra tájt ismét csoportok vonulnak a park és a barlang felé. Mindenkinél hosszú gyertya száll. Ez a körmenet oltári szentség nélkül történik. Több tízezer égő gyertya láng az éj sötétjében. Több tízezer szívből száll az égre, a reszkető, vibráló levegőben a lourdi ének, Ave Mária. A gyertyalángját óvó pergament ellenzőre rá van írva a szövege, mely a gyertyafényben jól olvasható. Kúszó tűzfolyam árasztja el a hármas bazilika árkádjait, majd végig hömpölyög a tér teljes hosszában. Mikor a menet eleje az utolsó kanyarulathoz ér, a vége még el sem indul. A csoportok előtt kivilágított táblák jelzik a hovatartozást, minden nap az újonnan csatlakozók nevével. A világ minden részéből városok, országok csoportjai, nemzeti zarándoklatok. Olykor órákig eltart, míg az összes csoportok bevonulnak a térre. Ekkor a több tízezer ajkról felhangzik a Szentmise ősi Gregórián éneke, a Krédó, a Hiszek egy, jelképezve itt is, hogy Mária mindig Krisztushoz visz. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett.